A 62 éves férfi rendszeresen ütötte-vágta a saját 83 éves anyját. Az idős nő évek óta csak járóbottal tudott közlekedni, mégis volt olyan eset, amikor a fia két kézzel fellökte őt, máskor pedig egy kiló fagyasztott hússal ütötte a fejét, amitől az édesanyának az egész arca vér aláfutásos lett. A kegyetlen bántalmazásokat egy családsegítő vette észre, ő bírta rá az idős asszonyt, hogy tegyen feljelentést. A Tamási járásbíróság bűnösnek mondta ki az egyébként büntetlen előéletű vádlottat kapcsolati erőszak büntettében, ezért 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, azonban a szabadságvesztés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. Az első verés és a feljelentés között évek teltek el, mert a nő szégyelte a fia viselkedését, pedig a törvényszék szóvivője azt mondja, már az is kapcsolati erőszaknak számít, ha valakit egy családtagja rendszeresen megaláz. Vagy rendszeresen kisebb erővel bántalmazza, amely akár külsérelmi nyomban nem nyilvánul meg, vagy esetleg nem 8 napon túl gyógyuló sérülést okoz, de ez a kisebb fajta tettlegesség is rendszeres, ez már megvalósítja a kapcsolati erőszak bűncselekményét. Az anyát rendszeresen verő férfi ítélete jogerős, és visszatérhet az anyja házába.